Kárpátalján a II. Világháború előtt már igen jelentős képzőművészet volt kialakulóban, hisz azok a művészek, akik a két háború közt működtek itt, azok jó érzékkel látták azt, hogy a táj szépségei, a táj érdekességei adják ennek a képzőművészetnek a lelkét, és ezt nagyon jól látták azok is, akik utánuk jöttek. A háború után a kárpátaljai magyar képzőművészetet olyan személyiségek alapították meg, illetve indították el a fejlődés útján, akiknek a szakmai képzése már a 30-as években megindult. És akkor itt hadd említsem elsősorban, első helyen Erdélyi Bélát, Boksai Józsefet, Manajló Tivadart vagy Manajló Fedort, akik hozzákezdtek mindjárt a képzőművészeti élet megszervezéséhez, iskolát, először szakközépiskolát hoztak létre, ahol a festőpalantákat képezték Ungváron, aztán pedig mind tovább-tovább fejlődve a kárpátaljai képzőművészet nagyon komoly nevet szerzett magának már a Szovjetunió évtizedeiben is. 60-as, 70-es évekre erősen rányomta bélyegét a szocialista realizmus, amelyet hát egyenesen megköveteltek a művészektől, és azt számon kérték rajtuk, hogy hány munkásportrét festenek, vagy azt is megkövetelték, hogy a nagy építkezésekről, az ipari termelésről szintén fessenek. Ezek azonban nagyon gyakran erőltetettnek tűnnek, de ezen belül, ezen az irányzaton belül, ezen a kötelező irányzaton belül is voltak nagyon sokan, akik másfajta utakat kívántak járni, mert ezeket egyszerűen nem állították ki. Ahhoz, hogy valakit kiállítsanak, el kellett fogadni azokat az utasításokat, amelyeket az ideológia diktált, rákényszerített a képzőművészekre is, és hát akik ez alól kibújtak, azok nem tudtak érvényesülni. Kárpátalja, mint nagyon sokan tudják, ezt egy sok nemzetiségű táj, és ez az egyik sajátossága. A nagyjaink neveket, akiket említettem, azért is különlegesek, mert őket két nép vallja a sajátjának. Ugyanúgy ott van az ukrán nép, az ukrán nemzet tudatában is, Manajlónak, Erdélynek, Kassainak vagy Boksainak a neve, mint a magyarokéban. Csapon születtem, Csapon nőttem fel, határmenti városban. Ott volt az államhatár, a Nagy Szovjetunió és a Magyarország közt, ahol már a drótkerítésig, már jó néhány méterig már nem szabad volt bemenni, de megfürödni nem lehet, horgászni nem lehet, semmit nem lehet. Akkor jött az árvíz, és akkor a töltésről néztük, izgultunk, de közelebb nem lehetett menni. Csapis környék, ez pont az a terület volt, ami minden szempontból stratégiai jelentősége volt, tehát minden le volt zárva. Látszott, hogy egy börtönbe lakunk. Gondolom, hogy ez is közrejátszott arra, hogy annyira inspirálta őt, tehát ezek a úgynevezett ilyen régi, bezárt, beszögelt, ilyen megerőszakolt házak, tehát az ember alkotta a dolgoknak a rombolás. Hát már új iskola közben, amikor tanultam a középiskolában, vonzott a rajztantárt, rajzolgattam otthon is, könyvtárba jártam, képeket másolgattam könyvekből. Így alakult az, hogy végül is rájöttem, hogy ez vonzó dolog, és nem csak úgy van, és talán ebben ki tudnám magamat mutatni. Hála Istennek nagyon megérthetőek voltak a szüleim. Tetszett nekik, hogy nem hülyeskedek, csak nem csak focizok, vagy járok csinálni a bolondságot a haverokkal, hanem néha komolyan leülök este, és otthon rajzolgatok. És amiben tudtak, mindenben támogattak. Vettek nekem színes ceruzákat, vízfestékeket, stb., hogy tudjam kezdeni a dolgokat csinálni. Abban az időben azt szeretnék volna, hogy ő valahogy többet tudjon tanulni, vagy fejlődni, akkor orosz iskolába adták be, és akkor úgy volt, hogy ő elment, egy magyar gyerek, aki teljesen nem tudott semmit oroszul, elment az orosz iskolába, és úgy volt, hogy azok a fiúk, akikkel ott összetalálkozott, ők tanították oroszul, az apukám meg őket magyarul.
És mai napig is vannak olyan barátaik, akiket ő tanított meg magyarul beszélni. Amikor már visszajöttem a katonaságtól, akkor akadtam egy festőművészre, aki annak idején tanult az ungvári iparművészeti szakiskolában. Nagy tehetségű ember volt, ő volt mondjuk az első tanárom, aki felkészített arra, hogy be tudjak jutni az iparművészeti szakiskolában.